De hallgass, fiam. A doktor úrnak már elmondtam. Nem tettem én olyat, hogy el ne mondhatnám. A Murmán partról, mikor megszöktünk, nagyon legyengültem. Rókus erősebb volt. Föl-fölvett, hol az ölébe vitt, hol a hátán. Szegény édesuram. Találtunk egy tanyát. Favágó parasztok laktak benne. Adtak egy rossz tarisznyát, abba beletettek két kenyeret. Hogy az elég négy napra, akkor a falut érünk, ha egyenesen megyünk, mindig napkeletnek. A tarisznyát én vittem, mert Rókus magával tehetetlen volt. Azért csak lassan bírtunk haladni. A négy napból már hat lett. Az erdő csak nem akart véget érni. A kenyérnek meg végére jutottunk, akárhogy porcióztam. A megváltó Jézusra gondoltam, és mindig Rókusnak törtem a nagyobbat. Az utolsó nap már csak neki morzsoltam. Én csak vadbogyókat rágtam. Este azt mondja Rókus, adjak neki kenyeret, mert ő meghal éhen. Mondom neki, hát én is majd megveszek, ha egész nap nem ettem, hát ő is legyen türelemmel már hónapig. Erre azt mondja, ő hónapig meghal. Erősködött, hogy csak adjam oda, hogy legalább utoljára jól lakhasson. Hát akkor én velem mi lesz? Ha már eddig ellergődtem, hát én sem akarok megdögleni. Erre aztán... Yeah.